Az interaktív műhelymunka keretében a gyerekek Móra Ferenc kincskereső Kisködmön című regényét dolgozták fel múzeumpedagógiai módszerekkel. Készültem pár kis szituációval, amelyeket a Kincskereső Kisködmön három fejezetéből választottam ki, és azt a célt szolgálna, hogy a Kincskereső Kisködmön erkölcsi tanúságait egy picit mélyebben feldolgozzák, hogyha sikerül, hogyha nyitottak lesznek. Az eseményen a Muzsiai Szervó Mihály és a Nagybecskereki Szonya Marinkovics általános iskola diákjai vettek részt. Itt ebben a múzeumban legjobban azt tetszett az állatkiállítás és a szerepelés, mert a szerepelés az egyik kedvenc szórakozásom. Én meg a barátaim itt vagyunk, hogy elszerepeljünk valamit, egy részt, és azt elszerepeltük, amikor az apja meghalt, és az anyjának nagyon nehéz sorsa volt. Most olvastuk 5. és 4. ezt a Kisködmönt, nekem nagyon tetszett, és főleg az a rész tetszett, amikor kapta a körte muzsikát, de az nagyon szomorú volt, hogy nem adta oda a testvérének, és meghalt. A József Attila Múzeum intézmény vezetője elmondta, hogy Makó polgármestere támogatja a két város további együttműködését. Nagy terveink vannak a két város, illetve az intézmények között. Szeretnénk közös projektekben részt venni, uniós projektekben, illetve hát határon átnyúló projektekben. És hát a két intézmény múzeum szeretné a kiállításait kicserélni, közös kiállításokat rendezni. Ez rövid és hosszú távon gondolkodunk. A jövőben is szerveznek hasonló jellegű tevékenységeket a múzeumok alkalmazottai. Ez az első közös műhelymunkánk, amelynek az előkészületeit már hónapokkal ezelőtt megkezdtük. Azt tervezzük, hogy a mi pedagógusaink tartanak majd előadásokat és műhelyeket a Makkói Múzeumban szerb nyelven, ők pedig nálunk magyar nyelven. A műhelymunkán a gyerekek a Nagybecskereki Múzeum emléktárgyait is megtekinthették.